Nagyon nem megy ez ma nekem, bocsánat. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a Halloween-i tök jó könyvesteget fogom kitölteni, amire Edmond hívott ki az Edmond könyvkuckója csatornáról, Instagramon keresztül. Kicsit késve vagyok, tudom, mert Halloween már elmúlt, de még mindig ősz van, úgyhogy még a hangulatban még beleillik, meg azért nem volt annyira régen Halloween, úgyhogy remélhetőleg nem vagyok nagyon későn ezzel a taggel, de egy tag videó mindig jól jön. Úgyhogy Edmondnak köszönöm a kihívást, és akkor jöjjön a tag. Az első kérdés. Valaki kopogtat az ajtódon az éjszaka kellős közepén. Vajon ki lehet az, vagy egy könyv, amelyben meglepődtél azon, hogy ki egy gyilkos? Nem olvastam olyan túl sok ilyen krimi könyvet még. Valószínűleg nem is fogok, mert annyira nem a műfajom. Az a könyv, amelyikben meglepődtem, hogy ki egy gyilkos, az Karen M. McManus-től volt a To Can Keep a Secret, és nem azért voltam meglepődve a gyilkos kilétén, mert hogy úristen, rá soha nem gondoltam volna, és milyen zseniális, hogy ő lett, hanem mert annyira értelmetlen volt, hogy ki lett végül a gyilkos, hogy így nem is értettem, hogy az hogy jött össze, de ő lett a gyilkos, úgyhogy nem lehet valami csinálni. Második kérdés. Mágián égettek egy boszorkányt réges-rég, szelleme mai napig kísért, vagy egy boszorkányos könyv. És most jövök rá, hogy egyébként tökre egyértelmű lett volna ehhez a kérdéshez az utolsó boszorkány történetek könyvek, de most már mindegy, mert a csillagport választottam ide, és azt hoztam ide, úgyhogy nem fogom most előtúrni a másikat. A távolból vonyítása leszel figyelmes, avagy egy könyv, amelyben vérfarkas is szerepel. Hát azért fogom azt a könyvet mondani, amit mondani fogok, mert nem akartam a Harry Potter 3-at, mert másik Harry Potter könyv is került bele, úgyhogy nem akartam egy sorozatból többet ide válogatni. Úgyhogy a Hamuvárost választottam ide Cassandra Clare-től, mert ugye ebbe van minden, ami Sam Sainnak ingere, vámpírok, vérfarkasok, mi a nevük, ányvadászok, minden. És igen, vérfarkasok is. Ebben a részben még mesélő is vérfarkas, szóval teljesen ideillik. Egy basic történetért mész a videó kölcsönzőbe, vagy egy klasszikussá vált rémséges könyv. Hát ez kicsit megfogott, mert túlijesztő könyveket nem olvasok, és klasszikus, de aztán úgy voltam vele, hogy az a történet, ami számomra egyrészt klasszikus, és másrészt ijesztő, az Charles Dickens-től a Karácsonyi ének, mert ebből van egy filmváltozat, ami tényleg ijesztő, és rajzfilm, és tényleg nagyon ijesztő, és hogyha igazából jobban belegondolok, akkor a könyv sem így a lelki állapotomat ápolja, mert vannak benne ijesztő pontok, főleg ott a vége felé, az eljövendő karácsonyok szelleménél, szóval gyerekkönyv, de én annyira nem nevezném gyerekkönyvnek, mert tényleg vannak benne olyan részek, amiket így a mai napig nem szeretek, mert ijesztőek. Két kis pötty a nyakadon, talán a randi partneredről kiderült, hogy vérszívó, avagy egy vámpíros könyv. Nem olvastam az Alkonyatot, úgyhogy nem tudok sehova alkonyatokat mondani, de jelen pillanatban az a könyv, amiben van vámpír, és imádom. Rainbow Rowell-től a Carrion, ez a helyes fickó itt oldalt. Vámpírok vannak benne. Nem konkrétan kifejezetten vámpíros könyv, hanem inkább varázslós, de vannak benne vámpírok. Az a lényeg. Egy varázsfőzetet kell előállítanod, kit hívsz segítségül, avagy egy könyv, amelyben a bájitaloknak fontos szerepe van, hogy ne Harry Potter mondjak ide se, mert hát ugye abban egyértelműen sok bájital van. A vaják könyveket mondanám ide igazából az összeset, de főleg itt az elsőkben többször szerintem szó esett a vajákoknak a külön kis főzeteikről, amik segítik őket a szörnyek elkapásában, és ilyen, hát nem szupererővel ruházzák fel őket, mert már alapból is van szuperereik, de a vajákoknak a speciális főzeteik, azok fontosak. Mert az segíti őket a munkájukban. Sűrű erdőben járva furcsa terményekre bukkansz, jobban teszed, ha csendben elbújsz a bokrok mögé, avagy egy könyv, amelyben troll is szerepel. Hát igen, itt lőttem ki a Harry Potter lehetőséget, mert egyszerűen nem tudtam. A vajákokban még talán van troll, de hogy ott csak így említés szintjén, a Harry Potterben meg konkrétan szerepe is van, úgyhogy Harry Potter és a bölcsekköve.
úristen, kitört a zombi apokalipszis, mit évül leszel, vagy egy könyv, amiben zombik vannak. Nyúltam volna a könyvért, de nincs itt a könyv, ez pedig az Eleven testek, mert hát ebben zombi apokalipszis van. És az utolsó kérdés, angyalok és démonok háborúja, vagy egy könyv, amelyben angyalok és démonok is vannak, hát... Nem akartam megint Cassandra Clare könyvet mondani ide, mert az egyetlen könyv, amiben tényleg tudom, hogy vannak angyalok is és démonok is, és tényleg meg is jelennek, az a Végzetereki, de nem sorolhatom fel az összes Végzetereki könyvet egy tegen belül, aztán ezért egy kicsit eltértem a dologtól, mert ugyan a könyvben konkrétan, mint megjelenő, létező szereplők, angyalok és démonok nem jelennek meg, viszont ez a címe. Dan Browntól az angyalok és démonok. Mert angyalok és démonok. Elsőre jobban hangzott. Nos, ez lett volna a Halloween-i tök jó könyves tag. Még egyszer köszönöm Edmondnak a kihívást. És hogyha van kedvetek, akkor kommentben nyugodtan válaszoljátok meg ti is a kérdéseket. A leírásban megtaláljátok a kérdéseket és Edmond csatornáját is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.